dacolt a cudar körülményekkel, ellenkezett orvosokkal és ápolókkal. Előbb halt volna meg, mint hogy engedje levágni a bajuszát a kórházban. Molnár János, festő és grafikus, a Magyar Bajusz Társaság tagja. Az ő bizonsága miatt jött létre a Magyar Bajusz Vitézi Rend, ennek lett ő most a nagykövete, aki az ősi sárkányt lerajzolta sokatszor, ahogy veszít Szent Györggyel szemben. A vele készített beszélgetés következik most. Én Petsz István vagyok, ez pedig a Déli Báb TV. Rám szóltak, hogy hát a bajuszom útban van, kórházi ellátásnál, nagyon rossz helyt van, és hát azt le kéne vágni. És nem voltam hűlő, és akkor mondták, hogy nevettek, és mondták, hogy nem baj, ha majd ha elalszom, vagy önkívületbe esek, akkor úgyis majd levágják a bajszomat. És akkor én, hát hogy hagyjam, hogy ők azt megcsinálják ezt a műtétet, és akkor én mondtam, hogy az életem árán is, de erről szó sem lehet. Szó sem lehet, hogy megváljok a bajuszomtól, és aztán jött a szürke köd, és aztán nem nyúltak hozzám, nem nyúltak hozzá a bajuszomhoz, mert olyan elszántan értem, hogy inkább a halál, de hát a bajuszomat nem engedem levágni, de hát azt a cső, inkább a halál. És akkor nem vágták le a bajuszomat, és akkor a kollégák, a bajusztársaságból, hát erről értesültek, mert hát ez a jó sztori volt a kórházban. Ezen röhögtek ott a kórházban, hogy itt van egy pasi, ott fekszik, és az élete árán, de nem váljuk meg a bajuszától. Nem, de a csöveket hogy dugdossuk meg? És akkor most a gyűlésen felvetődött ez a gondolat, hogy alakuljon, nem, hogy én kapjam meg azt a címet, hogy a magyar bajusz vitéze, tehát aki megvédi a bajuszt. És akkor ennek kapcsán született egy elhatározás, hogy legyen a bajusztársaságon belül egy ilyen rend, hogy a magyar bajusz vitéze, és annak engem választottak meg az első címviselőnek, mivel én megvédtem a magyar bajuszt, a bajuszomat. Damian vagyok, német vagyok, szeretem a bajuszom. Már versenyt hat gyermek édesapja vagyok. Hány bajuszos van már? Hát négy. Hát a lányok, nem, ha bár ugye a lányom, amikor három éves volt, akkor azt mondta, hogy majd nagy leszek nekem, és akkor a bajuszom lesz, mint édesapámnak. Ezt azért már azóta szégyen lesz a kijelentését. Az oda vezető út, ami ott történik, ahogyan ott ismerkedünk. Tehát nekem ettől fontos a bajusz. Nem attól fontos, hogy nekem mekkora és jól nézek ki vagy nem, hanem az, hogy vannak társaim, akikkel elmehetek, akikkel ott találkozhatok és beszélgethetek. És szerintem ez az egész rendezvény erről szól. Persze mindenki büszke a saját bajszára, hiszen azért áll ki és azért mutatja meg, de azért, ahogy látom itt a hangulatot, nem az egyéni érdek a fontos, hanem az, hogy együtt jól érezzük magunkat. Ez az egész fesztivál, az egész bajuszmustra erről szólt. Legalábbis az én olvasatomban. Komoly. Egy kiskunfélegyházi fiatalember, Gulyás Laci, vándormuzsikus fejéből pattant ki a Bajusz Társaság, Bajusz Fesztivál gondolata. Idén kővágó ős adott otthont ennek a rendezvénynek.
Bajkai István Borbé mindenkinek igazított, pederte a bajszát, Dress Mihály és zenekara húzta a talpalávalót. Jó szórakozást kívánok! Egy hagyománya van a Bajusz Fesztiválnak. Idáig azért Kiskunfélegyház adott neki helyszínt, most egy másik helyszínen vagyunk. Mégis mitől ennyire fontos neked, hogy ez a Bajusz Fesztivál ez fennmaradjon, ez legyen jövőre is, hogy miért fontos neked a Bajusznak a kultúrája? Hát egyrészt köszönöm szépen a véleményt, mi szerint is egy komoly fesztiválról van szó, illetve komoly hagyományokkal rendelkező fesztiválról. Valóban Kiskunfélegyházán tartottuk nagyon sok alkalommal. 15 esztendővel ezelőtt kezdtem ott Kiskunfélegyházán, szülővárosomban ezt a fesztivált. Mégpedig azért, mert manapság már alig akad ember, aki szőrte ezt a Bajusz portáján vagy a szája szélén. És hát ez azért szomorú, mert a magyarságnak ez évezredes hagyománya, hogy a magyar férfiak azok az állukat borotválják, de a bajszukat meghagyják. Azért mondom, hogy több ezer éves, mert van olyan paziriki lelet, amelyben egy szkíta lovast ábrázolnak a lován nyerekben, és hatalmas kackiás bajusza van, és borotvált álla, őt egy ősünknek tartjuk, és ez az utolsó időkig így volt. Talán az első világháború gázálarcai vágatták le legelőször a magyar férfiaknak a bajuszát, és aztán sajnos beálltak a sorba a feleségek is, akik jobban örültek, hogyha nincs bajusza az embernek. Minden esetre ezt a régi-régi tradíciót szeretnénk egy kicsit megmutatni a világnak, és azért a világnak, mert hogy a nagyvilágban, legalábbis Európa szerte a magyarokat a bajuszokról ismerik meg, a huszárok voltak, akik hírét vitték és becsületét vitték szerte Európában a magyar férfi bajszának. Minket így jegyeznek Európa szerte, vagy jegyeztek Európa és világ szerte, hogy bajszos emberek vagyunk mi magyarok. És ezért kezdtem el a Bajusz Fesztivált szervezni. Nekem nagyon úgy tűnik azért, hogy nem maradsz egyedül ebben a dologban, hiszen ma színvonalas előadások után vagyunk már. Ami még vissza van, az ugye egyfajta verseny, vagy egy... hogy mondanám? Nem versenynek mondanám, mert nem versengünk a bajuszunkkal, hanem egy mustrának. Pontosan azért, mert egy bajuszos férfi felhozatalt, vagy bemutatót fog látni az érdeklődő közönség, illetve hát látom, hogy vannak már jelentkezők, nem csak a Magyar Bajusz Társaság tagjai, hanem messzebbről érkezett emberek is elhozták ide kiváló bajuszokat, hogy megmutassák országnak, világnak. Egy pár szóba utaljunk vissza a nap legelejére, igen, a megnyitóra, hiszen színvonalas művészek készítették azokat a képeket, amiket odabent meg lehetett tekinteni, körbe a falakon, amik vannak. Tehát, hogy te partnerekre leltél, hogy is mondjam, a tudomány területekről, hiszen mondjuk a Tapolcai Múzeum főmuzeológusa is itt volt, ő tartott egy óra hosszás, elég színvonalas előadást, vele lehetett utána még kérdéseket is feltenni. Tehát, hogy kik a partnereid, amikor a bajusz témakörbe te mondjuk egy rendezvényt megcsinálsz, mondjuk jövőre is, tehát, hogy kiket találtál meg az idén? A Bajusz Társaságnak a jelmondata az, hogy nem csak szőr a magyar bajusz. És ez nagyon-nagyon sok mindenben meg is nyilvánul. Mi jártunk Európa-bajnokságon, világbajnokságon, ahol van külön magyar bajusz kategória, mint ahogy ezt említettem, volt a magyarokat, leginkább a huszárok révén világszerte bajuszos emberként ismerik, ezért aztán ezeken a világ vagy Európa versenyeken van magyar bajusz kategória. De ezeken a versenyeken, ahol megjelentünk, azt tapasztaltuk, hogy nem akarok élcelődni vele, de sokszor már azt láttuk, hogy ők inkább tréfát űznek a bajuszukból és a szakállukból, mindenféle formákra várják, kanyarítják, egyikében így áll,
másiképpen úgy van besütve, meg hajlakozva, meg ilyesmi. A magyar ember, mivel nem csak szőr a magyar bajusz, ezért a jellemének a része, tartást ad annak a férfinak, aki azt a bajuszt viseli, az nem hébekorban viseli, hanem amikor megnő neki, utána gondozza, ápolja, de le nem vágja. A legritkább esetben, sőt, egy nagyon kedves bajusztársunk, Molnár János, akinek a kiállítás egyik fele köszönhető volt, még a kórházi ágyon is azt mondta, hogy mindent lehet, csak a bajuszt nem lehet levágni, tehát őt úgy gyógyítsák meg, hogy az a bajusz az marad, ha nem tudják, akkor is marad, és ő elmegy, de a bajusz az marad. Úgyhogy ő azóta most már a magyar bajusznak úgymond a vitéze is lett, mert ő ennyire komolyan gondolja. És úgy gondolom, hogy a bajusztársaság tagjai is nagyon komolyan gondolják azt, hogy ők bajuszviselő emberek, és ezt a komolyságot jelenítjük meg mindenféleképpen a fesztiválnak a meghívott vendégeinél is. Azaz nem lufi várat hívunk meg, abból van nagyon sok az országban szerteszét fesztiválokon. Igyekszünk mindig nívós és patinás dolgokat, és minden évben van díszvendége is a Bajusz Fesztiválnak. Nagyon sokszor Kossuth Díjas vagy elismert művészeket vagy vendégeket hívunk meg. Idén Somogyi Győző volt az, aki a kiállításon is méltatta a művészeket, illetve a bajusz mustrán is majd ott lesz a zsűriben, mint díszvendég. Mik a legfontosabb szempontok, amiket ti díjaztok? Tehát ugye most lesz a mustra, de meg egyébként is, amit megbeszéltetek kezdetektől fogva, hogy ezek és ezek az értékek, tehát hogy pár szót az értékrendről is, tényleg mit értékeltek? Egy héttagú zsűri értékeli a versenyzőket, nem versenyzőket, hanem a mostrán résztvevőket, és én nem vagyok a zsűrinek a tagja. Azt viszont tudom, hogy mindenféleképp az embert nézi a zsűri, és nem csak a bajusz. Tehát egy személyiséget fognak majd értékelni. Ezért van az, hogy nem utcai viseletben fog odaállni majd az az ember, aki a bajuszát éppen megmutatja, hanem az ő saját lelke szerinti viseletben. Ez azt jelenti, hogy lesznek pásztorok, lesznek hagyományőrző vitézek. Természetesen nem kizárt az, hogy a mai kor embere is kiállhat és jöhet erre a mustrára, de akkor is egész embert fognak értékelni majd. A Bajusz Fesztiválon Bajusz Királyt is választottak, Szalka Balázs egy évig a Magyar Bajusz Társaság nagykövete.